Sziasztok, kedves barátaim! Nálatok, ha hó esik, nálunk ilyen eső, de hó még nem volt, de hallottam, hogy Szombathelyen már több centis hó kiesett. És nem sokára újra ikád esik. Február 11, és most akkor elmesélek nektek megint, milyen dicsőséggel és eredményekkel jár az a személy, aki követi Ekádesit, vagy Bőtől ezen a napon. A leírás a Skanda Puránában található. Yudhisthira Maharaj, nagy szent, kérdezi Krisnától erről az Ekádesi dicsőségéről, mit éri el az az ember, aki tartja Bőtöt ezen a napon. Az Úr Krisna meseli, hogy egy nagy szent, Narada Muni ellátogatott az apjához, az Úr Brahmához. Egyébként a Brahma, ő ennek az univerzumnak a mérnöke. Narada kérdezte, kedves apám, kérlek meséld el, a Vijaya Ekadasin milyen eredményeket lehet elérni annak személynek, aki követi, milyen dicsőségekkel jár. Úr Brahma válaszol neki. Az egész történet a Ramachandraval van kapcsolatban. Az Úr Ramachandra, ez a Krisnának egy inkarnációja. Ugye Istennek van több inkarnáció, van 10 fő, és van amúgy végtelen inkarnáció. Ugye például az Úr Buddha, ez is egyik Krisnának egyik inkarnációja. Következő képen meséli az Úr Ramachandrával kapcsolatosan. Úr Ramachandra az apja akarata szerint önkéntesen elhagyta a királyságot, és elment Pancsavati erdőbe, a Govdavari folyó partjára, a saját feleségével, öcsével, Lakshmannal. Ott éltek, mint remeték, egyik alkalommal. Ez az Istenek a keftelései, mondjuk úgy. Néha történek, ami egyből nem biztos, hogy meg tudjuk érteni, de lényeg, hogy volt egy gonosz, egy démon, akit úgy hívták, hogy Rávana, ő elrabolta a feleségét. Hosszú történet volt, de végül, mikor megtudták, hogy hol van Ramachandranak a felesége, megtudták, hogy a Lanka szigeten, a Rávana palotájában ott van az ő felesége. Ramachandra és a hadserege eljöttek az óceán partjára, és látták, hogy nem lesz olyan könnyű átkelni ezen az óceánon a Lankáig, és Ramachandra saját öcsétől, Lakshmantól kérdezte, vajon tudnál adni egy ötletet, hogy hogyan tudjuk átkelni az óceánt. Erre válaszolt Lakshman, mondta, hogy 4 mérföld innen van egy ashram, ahol lakik egy nagyon nagy bölcs, akit úgy hívják, hogy Bakadabya. Ő mindent tud, meg tud mondani nekünk, hogyan tudjunk átkelni az óceánon Lankára, meg is fog tudni mondani, hogyan tudjunk legyőzni a Ravana démont. Akkor rögtön elindultak, és ellátogatták a Bakadabya bölcset. Az Úr Ramachandra bölcsnek tiszteletet ajánlotta, és alázatosan kérdezte, hogy hogyan lehet átjutni az óceánon, és akkor erre válaszolt neki a Bakadabya. Azt mondta, hogy van ez a dicsőséges nap, nem sokára következik Vijaya Ekadasi. És hogyha valaki Bőtől ezen a napon dicsőti az Urat, akkor ennek az eredménye az lesz, hogy ember győzelmet fog aratni a jelen és a jövő életbe. És utána elmesélte neki sok részletet, hogy hogyan kell tartani bőteket, milyen ceremóniákat végeznie kell. Aztán visszatért, amikor az Úr Ramachandra tartotta Bőtöt, és végül átadtak el a Lankára az óceán keresztül, és győzelmet aratt. Szóval ez a Vijaya Ekadasi, a Vijaya az azt jelenti győzelem, a győzelemnek az Ekadasija, és bárki, aki Bőtől ezen a napon, ahogy már beszéltünk, győzelmet fog aratni, a saját maga fölött is, ami, hogyha szeretne valamit győzni magába, és legyen neki sikerélménye, még az ellenségek fölött is. Rendben, még egy pár gondolatot mondom Ekadasival kapcsolatban. Ugye már beszéltem, hogy fogok egyszer tervezek tartani egy kicsit nagyobb előadást az egész Ekadasi természetéről, a törvényekről és a többi lesz. Most egy pár szót mondom, hogy mi ez az Ekadasi. Eka 1, Dasa 10. Ekadasi 11. nap. Az egész
asztrológia szerint a hónap két időpontban van kritikus pontok. Az egyik a teli hold, a másik az új hold. Mindig teli holdkor és új holdkor az ember nagyon nagy nehézségeket tapasztalhat, mert a hold nagyon erősen befolyásolja az ember elméjét. A teli holdkor túl sok energia van, és ember tud robbanékony lenni, túl sok negatív energia, nagyon emocionális, és így tovább. Az új holdkor fordítva nincsen energia az elmének, és ember tud ilyen sértődékeny lenni, szomorú, és így tovább. És általában ez egy eléggé komoly fájdalmakat, problémákat tudna okozni az ember számára. Hogyha megnézzük a statisztikát, akkor őrült házokban kitörések mindig teli holdkor vagy új holdkor történnek. És Ekádasi az általában 3 nap előtt van, a új és a teli hold előtt, amikor ember ezen a napon tartja bőtöt, bőtől nem eszik, vagy nem iszik is, vagy legalább gabonától és hüvelyesektől tartózkodik, akkor ezen a napon ő, mintha reset gombot nyomja, újraindítja a rendszert, frissíti a szoftvert, és felkészülve lesz, megkapja megfelelő erőt, hogy ezeken a kritikus napokon túl tudjon lépni. Igaz, ez egyik ilyen érdekes dolog, a tudás az Ekádasiról. És ugye megtörés. Megtörés Ekádasiről. Másnap lesz 6:54 és 10 óra 16 perc között. Akkor lehet megtörni a bőtöt. Mindenkinek jó bőtölést kívánok. Köszönöm szépen, hogy írtátok megint. Vannak újak, nagyon jó, akik bőtölnek. Csodálatos. Írjátok, hogyha megint valaki új, és írták sokan, akiknek nagyon komoly változások vannak, és megkönnyebbülések is jól éreznek magukat. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Írjátok a kommentekbe. Ne felejtsetek feliratkozni a csatornára. És te nyomjatok a csengőt ott a csatornán, hogy mindig kapjatok értesítést az új videó feltöltéséről, hogy amikor feltöltünk új videót, akkor aki megnyomta a csengőt, kapni fog értesítést róla. Tegyétek lájkokat, és majd nem sokára találkozunk. Szép napot kívánok, Hare Krishna!